Szavaztok, szavaztok, úr, itt vagyok, ez pedig a Minden, amit teszt. A mai műsorban a Lefebvre-t fogjuk tesztelni. Ennek a sörnek a világos változatát már kóstoltam, ugye le is lett tesztelve, és hát igazi nagy ágyú volt a belgák között is, tényleg egy kimagasló minőségű sör minden tekintetben, ízvilág, komplexitás, a alkoholtartalban mindenben nagyon jó volt. Ugyanúgy megtalálható ezen az üvegen is erről a Leffe középkori betustílusa, a felirat. Maga az apátság, ahol főzik a sört, 1240 óta rajta van, hogy Bruin barna sör, 6,5%-os alkoholtartalma és 3,3 deciliteres maga az üveg. Állított ma fényeken, jelzem. Sokan mondták, hogy sajnos nem lehet rendesen látni, a söröket tükröződnek, remélem most ezzel ez megszűnt. És hogy észrevettétek, került egy Abrosa, úgynevezett forgatóasztalra, egy zöldszínű Abrosa, hogy jobban harmonizáljon a hátsó fallal. Akkor a üveg nyakán rajta, hogy Belgian Beer, ugyanúgy a Bruin, nézzétek, rajta van, szépen rá van írva, és ugye hátulján a szokásos dolgok vannak, úgy, mint összetevők, egyebek, egy pillanat, megkeresem, itt van magyarul. Eredeti belga apátsági barna sörkülönlegesség. Importálja, fogalmaz a Borsodi Sörgyár Kft. Bőcs. Összetevők, ivóvíz, árpamaláta, kukorica, komló, cukor. Hát ebben azért a kukorica nem arra szolgál, mint a magyar sörökben, hogy jobban a magyarok szája ízéhez legyen hangolva maga a sör, édeskésebb legyen. Itt valószínűleg teljesen más szerepe van a sörnek, és ebbe ki se lehet venni a kukoricának a édes ízét. 5 fokon fogyasztandó, és akkor maga a gyártás helye van rajta belga nyelven. Ennyi. Hát akkor bontsuk ki tökről, sapka nyitóval le, ugye? A sörfeliratú sapka, és mutatom, itt van rajta a sörnyitó. Nyissuk ki. Na, sikerült is. Tökre vissza sapka. Illatára nagyon finom ilyen, nem is tudom minek nevezni, ilyen nagyon finom, gyümölcsös, kis malátás, nem is tudom milyen gyümölcs, ilyen erdélyi gyümölcs illata van. Nagyon komoly a illata. Remélem, íze is az lesz, és akkor egy hivatalos Leffe pohárból lesz a kóstolás, ez a Leffe Royale-nak a hivatalos pohár, ezt már a múltkor részben is elmondtam, mutatom még egyszer, most ugye jobban látszik minden, és akkor a belsejébe emettek egy koronát lehet látni, remélem látni is, itt tök mókás a nagy fejem, azon is lehet egy jót mosolyogni, és akkor öntsük ki a sört, nagyon szép habja van, nagyon korrekt, nehogy kifusson, kár lenne érte. Nagyon szép, sűrű a vége is. Üveget vissza, hogy lássátok szépen, hogy miről beszélünk. Így van, most is érezze ezt a finom, ilyen kicsit, mintha pörköltes lenne, de ez ennél a sör, de annyira nem jellemző, hiába barna sörről beszélünk. Inkább ez a finom erdei gyümölcsös, egy olyan élet, amihez egy átlagos sörfogyasztó egyáltalán nincs hozzászokva, mert ugye ez a sörkülönlegességnek egyik védjegye, ez a finom gyümölcsös malátás illat. Ennél nagyon komolyan szerepet játszik, nézzetek, milyen szép sötét színe van. Nagyon szép. Közepes lyukú, hát viszonylag gyorsan elmegy habja, ugye magas alkohol tartalma. Viszont a hab az ilyen nagyon halvány kávébarna színű, és hát szép sötét szín van a pohárba, kóstoljuk meg. Egészségetekre! Ízre, ez még durvább, mint a Leffe Blond, sokkal komplexebb, sokkal finomabb íze van. Nagyon, ami itatja magát, hogy ez tényleg látszik, hogy itt a apátok beleadtak kapait, anyait, meg ki tudja, miket dobáltak bele, ugye a belga söröknek az a jellemző, hogy minden nincsen feltüntetve a kulisszatitkok közül, amit ők alkalmaznak a adott sörre. Meg hát látok, sokat hozzátesz, hogy általában a saját forrásból dolgoznak a
apátsági sörfőzdék, amik a apátság területén található forrásvízből nyernek ki ugye a sör egyik legfontosabb alapanyagát, magát a vizet, és itt nagyon sok számít a söröknél, hogy milyen a víznek a minősége. Ez még egy fokkal feljebb van, mint a világos Leffel Blond, nagyon komoly, mind ízre, mind illatra, nagyon komplex sör. Nagyon finom alkoholt, azt nem nagyon érezni, hogy 6,5%-os, így van, elnézést, megnéztem üveget, mert voltam benne 100%-ig biztos, de ez tényleg egy nagyon finom, nagyon komplex sör, ami hitatja magát. Mutatom még, az egy kis paplanhab maradt a tetén, egy nagyon minimális, és most már kisebb buborékokból áll maga a hab, és látni, nézzétek meg, hogy mennyire szép, sötét maga a sör. Tényleg nagyon finom. Ez tipikus az a belga sör, ami akkor jön ki az íze, hogyha olyan, hát hogyha egyez, hogyha rendes belga pohárból iszod, ugye ez alap a belga sör, és sokan nevetnek rajta, de én kipróbáltam, teljesen más íze van egy ilyen pohárból a belga sörnek, mint egy vastag falu német korsóból, vagy akár egy vizes pohárból. Mondjuk belga sört alapból nem iszunk üvegből, ez hozzátartozik a dologhoz. Én azt mondom, üveges sört, az mindig pohárból ígyük, a dobozos sört, ugye azt, hogyha olyan vagyunk, akkor persze azt lehet dobozból. Azért is csinálják dobozosnak, a könnyebb legyen a göngyöleget eldobni, meg megsemmisíteni, egyebek, feldolgozni. Ez egy nagyon finom vadételhez, ilyen áfonyás, édes erdei gyümölcsös szószal ez a sör, ez minden visz, nagyon komoly. Olyan sör, amit vétek letenni, mikor az ember kortyogatja, mert tényleg annyira finom, hogy nem lehet egyszerűen letenni, na, itatja magát szó szerint, és hát észre se venni az alkoholtartalmát, ugye, hogy sokkal magasabb, mint egy átlagos sörnek alkoholtartalma. És hát a maga a sör árérték arányában szerintem kiváló, mert nem az a nagyon drága belga, viszont felfedezhetők azok a komplex belga jegyek, mint amik a közel kétszennyibe kerülő sörnél megtalálhatók, és ott már tényleg ilyen nüanszok döntenek a ízlés tekintetében egy 900 forintos belga sör, mint mondjuk egy Golden Drake, vagy egy Orval például, vagy egy Bush, de ha mondjuk alkoholtartalmban, hát azoknak már sokkal magasabb alkoholtartalma, azok már mind 10 fölöttiek, vagy 10 körülök, mondjuk az Orval az e körül van, mint ez, viszont árba kétszer annyi, és komplexebb az íze, de szerintem annyival nem jobb, mint ez. Természetesen, hogyha sikerül beszerezni a legendás Orval sört, akkor az is le lesz tesztelve a vlogon. Egészségetekre! Ez volt tehát a Leffe Brewing Test. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, osszátok kérlek. Legközelebb újra találkozunk. Szevasztok, szevasztok!